Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai vasárnap arra hív bennünket az evangélium, tartsunk lelkiismeretvizsgálatot. Fogadjuk be azt, aki elveszi az összes bűnünket. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, mutat rá keresztelő János Jézus Krisztusra. Engedjük, hogy valóban elvegye az összes bűnt a világban. Elvegye a mi bűneinket, és elvegye ellenségeinkét is. Mutassa meg Isten, hogy a szeretet mindent képes legyőzni. A Szent Misét a kaposvári Szent Kereszt templomból mutatjuk be. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Istenem. Az egész föld téged imádjon és magasztaljon Istenünk. Nevedet énekkel dicsérje, fölséges Úrunk. Isten nevét azért dicsérjük, mert ő megbocsátott nekünk mindent. Ő arra hív, hogy lépjünk be a vele való közösségbe, a bűnbánat által. A Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtlenen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó.
könyörögjünk. Mindenható örökisten, te kormányozod a mennyet és a földet. Hallgasd meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Gyermekeket most szeretettel hívom a gyermek igeliturgiára, Gittával és Szabolcs atyával. Az olvasmányban Izajás próféta könyvéből halljuk. Becses lettem az Úr szemében, és Istenem lett az erőm. Mi magunk is becsesek vagyunk Istennek a szemében, értékesek és egyedülállóak. Fogadjuk el, hogy ő a mi gazdánk. Szent leckében Pál apostol mindazokat köszönti, akik segítségül hívják Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét. Mi is köszöntsünk minden keresztény testvért azzal a szeretettel, amelyet Krisztus oltott belénk. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Az Úr így szólt hozzám. A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni. Az Úr mondja ezt, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így lettem becses az Úr szemében, és Istenem lett az erőm. És mondotta, kevés az, hogy a szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje. Várva vártam az Urat.
apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Pál Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket, és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam: utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét: láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem, akire látod, hogy rászáll a lélek és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, mondja keresztelő János. És ezzel mindannyiunkat arra hív, hogy arra tekintsünk, aki valóban el akarja venni az összes bűnünket, aki szeretne bennünket teljesen bűntelennek látni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy keresztelő János a prédikációját a bűnbánóknak mondja. Azoknak, akik odajönnek hozzá, mert szeretnék letenni már a bűneiket. Szeretnének ettől teljesen megtisztulni. Tehát valamit tudatosítottak magukban a bűnükből. Az is lehet, hogy mondhatjuk ezt úgy, hogy szinte érzik azt, hogy van valamilyen bűnük. Az is lehet, hogy nem érzik, csak tudják, hogy valami olyat követtek el, amin most már azért ideje lenne változtatni, és ő nekik mutatja meg, keresztelő János, hogy íme itt van, aki tud nektek igazából segíteni. Azt mondja, hogy ez az emberi segítség, amit én adok, az szinte semmi ahhoz képest, amit a Szentlélek tud majd nektek adni. Mert ő az, aki szeretne benneteket így teljesen eltölteni. Ő lélekkel akar megkeresztelni titeket. És hogy ennek a lélekkel való keresztségnek igazából az akadálya az életünkben az a bűn. És leginkább az, hogy nem vesszük észre, hogy ez a bűn, ez egyáltalán ott van az életünkben. A Szent Jónásnak vannak nagyon nehéz
pillanatai. Igazából hasonlíthatnánk ezt, ahogy egy testvérem fogalmazott, egy nagyon-nagyon piszkos, mocskos utcához, ami tele van szeméttel. Sajnos Indiában vannak például ilyen utcák, de biztos, hogy a világnak más részein is. Itt a mi városunkban, hál' Isten, azért ezzel ilyen formában nem találkozhatunk. De el tudjuk ezt képzelni, azt gondolom mindannyian. És amikor elkezdünk gyónni, akkor igazából arról van szó, hogy összeszedjük ezt az összes szemetet, ami itt így az életünkben van. És persze lehet, hogy a mi életünkben nincsen ilyen piszkos utca. De azért, hogy egy kis szemetet ne fújjon a szél, az szinte nehéz elképzelni. Tehát nagyon fontos lenne ezért, hogy fölismerjük, hogy igen, szükségünk van nekünk is a Szent Jónásra. Mégis egy kicsit, mintha homályosan látnánk, mintha nem lenne teljesen egyértelmű számunkra az, hogy a Szent Jónásban mi az, ami meg kellene, hogy változtassunk az életünkben. Mert még nem tudjuk látni igazából jól a dolgokat. Egy új reményt akar adni nekünk az Isten, egy új reményt, és valami megakadályozza, hogy ezt a reményt, ezt így valóban örömmel tudjuk fogadni. Valójában egy titokról van szó, amit szeretne, hogy megtudjunk így mindannyian. Mint amikor a gyermekek így titkokat súgnak egymásnak, vagy akár a felnőttek teszik ugyanezt. És Isten szeretne ilyen titkot mondani nekünk, aminek örülhetünk, ami teljesen új fénybe fogja helyezni az eddigi dolgokat. Persze tudjuk, hogy azt súgja valahol a fülünkbe, hogy nagyon-nagyon szeretlek téged, ahogy az olvasmányban hallottuk, hogy becses vagy az én szememben. Valaki kapott a házastársától egy egyszerű kis üzenetet, SMS-t, és azt írta benne a házastársa, hogy szeretlek. És annyira földobódott, hogy mindenkinek elújságolta ezt a hírt. Nem tudom, hogy ez mennyire különleges, hogy a házastársak írnak-e egymásnak ilyen üzenetet így napközben, szeretlek, kedvesem, szeretlek, drágám, de milyen jó lenne, hogyha tényleg mi is ezt így tennénk, hogy ezt nem tartanánk annyira titokban, hanem ténylegesen azoknak, akikkel ilyen szeretettel vagyunk, azoknak azért úgy elárulnánk. Most az a baj, hogy igazából, hogyha pedig elkövettünk valamit, akkor nagyon nehéz beismernünk azt, hogy mit is követtünk el. Vannak olyan titkok, amiket igazából csak így kilesni szeretnénk, de mintha nem nagyon adatna ez meg nekünk, mintha úgy tűnik, hogy így el lennének rejtve, mintha be lenne zárva előttünk egy ajtó, mint amikor a kisgyerek kukucskál és keresi azt, hogy vajon mi lehet oda bent. És sajnos igazából a bűneinkkel is valahogy így vagyunk, hogy legjobb esetben is csak egy ilyen résnyire nyílt ajtónál keresztül látjuk azt. De miért is nem merjük kinyitni ezt az ajtót? Miért nem merjük elmondani mindenkinek, vagy mi akadályoz meg minket? Például megakadályoz minket az, hogy félünk. Ugye vannak olyan szituációk, amikor természetes a félelem az ember életében, például beül a fogorvoshoz, akkor úgy érzi, hogy jaj, hát itt jobb lenne, hogyha nem tennének velem semmit, de mégis ilyenkor is azért csak eljutunk előbb-utóbb oda, hogy azért ki tudjuk nyitni mi is a szánkat, és meg tudjuk mutatni azt, hogy hát mi teljesen egészségesek vagyunk, és akkor a fogorvos az egy kicsit így belepiszkál így a fogunkba, és azt mondja, hogy hát azért én úgy látom, hogy itt még azért van egy kicsi kis szúvasodás. És egy akkora lukat csinál a pici kis luknak a helyébe, hogy nem is értjük, még előtte érzéstelenít is azért biztos, ami biztos. És valami ilyesmi történik olyankor, amikor tényleg megbánjuk a bűneinket, amikor fölismerjük azt, hogy igen, még itt van bennünk ez a sötét valóság, még van valami, amit nem merünk így elmondani így a többieknek, és ez a valami, ez lehetséges, hogy olyan gonosz gondolat akár saját magunk ellen, vagy a depressziónak olyan formája, ami még a legeslegrosszabb is lehet, és nem merjük kimondani azt, hogy mi van bennünk. Félünk attól, hogy elítélnek, félek a következményektől, és ez aztán olyan mértékben el tud sodorni engem a realitástól, hogy nem veszem észre már a mellettem élő embert, és már nem tudom neki mutatni azt, hogy mennyire szeretem őt,
hanem csak saját magamba leszek bezárva. Tehát nagyon nagy a kockázata ennek. És ez az igazából, amire azt mondhatnánk, hogy ez a pokol, amiben bele sodródunk, hogy csak saját magunkkal vagyunk elfoglalva, és semmi más nem veszünk észre. Amikor megtisztítjuk ezt az utcát, amikor egy új reményt kapunk, akkor belépünk egy nagyon-nagyon titokzatos világba. Abba a titokba, amit Isten teremtett körülöttünk, és itt meg kell, hogy különböztessünk kétfajta titkot. Az egyik titok az, amit a bűneink okoznak, a másik titok pedig Isten szeretetének a titka, amiben pedig el vagyunk rejtve teljesen. És igazából abba hív minket az Isten, hogy ebbe az utóbbi titokba lépjünk be, és engedjük azt, hogy ez járjon át bennünket teljesen, mint ahogyan a természetnek a titka is. A félelem ugyanakkor ezt így nagyon-nagyon megakadályozza. A félelemnek is van kétfajta dimenziója. Az egyik, amikor valamitől konkrétan félünk. Például én nem szívesen találkoznék egy oroszlánnal, csak úgy a szabadban. Ugye vannak olyan szituációk, amikor tényleg vadállatokkal találkozunk, még akár a városokba is kezdenek bemerészkedni, például a rókák, és ilyenkor ilyen félelem tölti el az embereket, akik ott vannak, hát mégiscsak egy vadállattal állunk szembe. Hát egy oroszlán az biztos, hogy egy konkrét félelmet tud bennem okozni. És ilyenkor jogos, hogy valamit így elkezdjek tenni, és gyakran a konkrét félelmet azt igazából a Jóisten küldi felénk. Persze, sokkal lágyabb formákban, ugye az oroszlán is csak egy macska igazából, tehát nem kellene tőle annyira félni, és vannak olyanok is, akik még így bátran merik őket így idomítani, és akkor már az oroszlán kezd el félni így tőlük. És valahogyan nekünk is így kellene a bűneinkkel bánni, hogy nem nekünk kéne félni attól, hogy majd el fogunk követni valamit, hanem igenis, mi már tudhatnánk, hogy ezt hogyan is tudjuk kezelni az életünkben. De azért, hogyha nagyon-nagyon sok oroszlánnal találkoznék, akkor biztos, hogy ott lenne bennem a félelem. Van egy másik fajta félelem is, ami sokkal kevésbé konkrét. És ez a másik fajta félelem, ez már nem a jó felé sodor minket, hanem attól el. És ez pedig ahhoz hasonlítaná, mint amikor ködben haladunk. Hogyha nagyon-nagyon ködös az út, akkor úgy érezzük, hogy veszélyes ez a közlekedés. És ilyenkor fontos lenne az, hogy egy kicsit lelassítsunk. Táblák is figyelmeztetnek természetesen erre minket. És a lelki életünkben is, ha nem látjuk például a bűneinket, akkor nagyon fontos lenne, hogy egy kicsit lelassítsunk. És fölismerjük azt, hogy igenis azért ott vannak jelen az életünkben láthatatlanul is, és oda kellene rájuk figyeljünk, de haladnunk kell tovább, nem szabad teljesen megállnunk, nem szabad, hogy leblokkoljon bennünket ez a félelem, mert akkor nem tudunk tovább lépni. És itt három lépcső van, amit itt így szeretnék mondani a testvéreknek, mert egy kicsit hasonlít ez ahhoz, mint ahogy egy testvérem fogalmazott, mint hogyha lenne egy ilyen kis klinker téglákból épített lépcső, ami visz föl bennünket egészen így a mennyországig. És ez az első lépcső az, hogy megpróbáljuk a külső és a belső világunkat tudatosítani. Nagyon gyakran ezért van talán az, hogy amikor arról van szó, hogy meg akarjuk bánni a bűneinket, és találkozunk például a pappal, akkor először, amit elmondunk neki, azok a betegségeink, a külső-belső bajaink. És lehet, hogy még nem is jutunk el odáig, hogy ténylegesen elkezdjük mondani, hogy mi a konkrét bűnünk, de tudatosítani kell valóban ezt, hogy honnan indulok ki. Aztán a második, amikor tudatosítjuk, hogy mások is követtek el ellenem bűnt. Ugye gyakran kísértésünk lenne például ezt meggyónni, ezt elmondani, és tesszük is ezt igazából gyakran pont a másik háta mögött is sajnos, hogy meggyónjuk, hogy mit csinált velem a másik. És ez egy olyan kérdéskör, amivel szintén szembe kell nézni. Igen, az emberek lehet, hogy valami rosszat elkövettek ellenem, vagy követnek, amikor rosszat mondanak rólam például.
Persze nyilván lehet ennek is alapja, ezt is meg kell vizsgáljam, de első lépés az lenne, hogy tudatosítom magamba, igen, lehet, hogy vannak még rosszakarói az embernek. És akkor ki kell mondjam azt, hogy megbocsátok. Ez a második lépcső. És a harmadik lépcső az, hogy akkor fölismerem, hogy nekem is vannak bűneim, a saját bűneimnek a beismerése. És hogy talán még én váltottam ki azt a másikban azt, hogy ő kiközösít engem, vagy nem akar szólni hozzám, esetleg nem köszön. Persze ez nem fogja teljesen fölmenteni a másikat, neki is szembe kell majd nézni a saját bűneivel, de én már tehetek egy lépést a másik felé. És hogyha ez a három megvan, akkor a harmadik lépcsőnél, ahhoz, hogy újra építsük ezt az egészet, mert egy kicsit, mintha így lerombolódnának ezek a lépcsők így bennünk, és már nem tudatosulnak, ahogy a Pál Feri atya múltkor fölhívta rá nekem is a figyelmet, három dologra újra oda kellene figyeljünk, arra, hogy mi a cselekedet, amit elkövettünk, milyen szándékkal követtük el, és hogy mik voltak a körülmények. És persze vannak olyan cselekedetek, amelyek önmagukban rosszak. De van olyan is, amikor már a szándék önmagában rossz, pedig nem történt cselekedet. Amikor gondolatban a másikat az teljesen kiiktatom az életemből. Ne adj Isten, akár meg is tudnám ölni gondolatban. Van olyan, amikor a körülmények önmagában már egy olyan szituációba sodornak be minket, amiben nem is nagyon lehet teljesen tisztán benne lenni, és ilyenkor igenis fontos, hogy fölismerjük, hogy ez is már lehet egy bűnbánatnak a kiinduló pontja, hogy hogyan is kerülhettem én ebbe a szituációba. Nagyon gyakran azt gondolják az emberek, hogy ez a három, a tett, a szándék és a körülmény alapvetően mindig föl kell, hogy mentsen minket, pedig sajnos nem. Nem az a kérdés, hogy hogyan is tudjuk mentesíteni magunkat, bár olykor szükségünk van rá. Nyilvánvalóan egy 40 fokos láz az fölment bennünket a vasárnapi Szentmise látogatás alól. Lehet, hogy még az is fölment, hogyha nagyon-nagyon életveszélyes az út. És akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy bűnt követtem volna el. Tehát nem ezt kell meggyónni igazából. De akkor, hogyha ezek nincsenek, akkor önmagában már kérdés, hogy léptem-e én egyet az Isten felé, és engedem-e azt, hogy ő ténylegesen teljesen újjáépítse bennem ezeket a lépcsőfokokat. Vizsgáljuk meg ezeket a szándékainkat, amelyek bennünk vannak, de engedjük, hogy ezt másoknak a tükrében is meg tudjuk tenni, és itt van a nagyon nagy kérdés, hogy engedjük-e tényleg, odalépünk-e a másikhoz, és azt mondjuk neki, hogy ne haragudjál. Lehet, hogy tényleg megbántottalak? Mondd el, hogy mivel. Nem fogja olyan könnyen elmondani egyik pillanatról a másikra. Isten azonban rámutatott nekünk arra, hogy ő a Szent Háromságnak a közösségébe hív bele minket. És ezért küldi Jézust, hogy elvegye a világ bűneit. A lélekkel való keresztség az rá fog mutatni mindannyiunknak arra, hogy még lehet, hogy nem vagyunk tökéletesek, de már elkezdődött valami bennünk. És amikor a testvéreinkhez odafordulunk, vagy a papokhoz odafordulunk, és kérjük őket, hogy segítsetek, hogy hogyan is lehetnék egyre közelebb az Istenhez, akkor higgyük el, hogy egy konkrét segítséget fogunk kapni majd ebben. Úgy fogalmazott egy atya, hogy ki kell vessük a lelkiismeretünknek a hálóját, és lehet, hogy akkor fogunk majd találni olyan kis fickándozó halacskákat, talán egy-két bálnát, amelyik ott fickándozik rajta, amit eddig észre se vettünk, mert olyan nagy volt. Istennek a szeretete azonban ezeket teljesen el fogja törölni. Kérjük most rövid csendben, hogy be tudjuk fogadni azt, aki elveszi a világnak a bűneit. Hogy be tudjuk fogadni azt, aki a lélekkel akar minket megkeresztelni, és így fogja megújítani életünket. Uram Jézus Krisztus, mutass rá, hogyan tudlak téged egyre jobban követni. Hogyan tudom befogadni azt a lelket,
akivel te teljesen beteltél, és hogyan tudom én is megélni, hogy rajtam marad a te imádságod által. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mennyei Atyához, aki Jézus Krisztust a nemzetek világosságává tette. Hogy egyházad Krisztus világosságát terjessze a földön, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Krisztus tanítványai a hit fényében éljenek és dolgozzanak, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a népek vezetői tiszteletben tartsák Isten törvényeit, kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Jézusban mindenki felismerje az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy minden keresztény egymásra találjon Szent Fiad oltára körül. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, add kegyelmedet, hogy földi életünkben hűségesen kövessük Krisztust, a világ világosságát, és általa eljussunk hozzád, üdvösségünk forrásához, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt. Fogadjál el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicsérete és mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjá alkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt. Majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük te át, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat és Béla püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével, legyen békesség köztünk minden. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus,
az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és véle, őrizzen meg minket az örök életre. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te elküldted nekünk Jézust, hogy elvegye a világ bűneit. Segíts, hogy fölismerjük személyes bűneinket, távolságtartásunkat tőled és embertársainktól, és add, hogy igent tudjunk mondani a bánatra, hogy be tudjuk fogadni Istennek a szent lelkét akadály nélkül. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. Könyörögjünk. Istenünk, árasz szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretettel hirdettem a kedves testvéreknek, hogy a mai naptól kezdve vasárnaponként délután 4 órától ovis hittant tartunk a Donneri plébánián. Elsősorban azokat a gyerekeket és szüleiket várjuk, akik a jövő tanévben kezdik meg az általános iskolát, de minden óvodáskorút szeretettel várunk délután 4-re vasárnaponként a plébániára. Ma kezdődik az ökumenikus imahét. A program rajta van a fali újságon, de röviden szeretném elmondani. Minden este 6 órakor lesznek ökumenikus istentiszteletek,
most vasárnap este 6 órakor a református templomban Varka László általános püspöki helynök úr, plébános atya fog itt prédikálni. Hétfőn este 6 órakor itt a Donneri Szent Kereszt templomunkban, a mi templomunkban Steinbach József református püspök úr fog majd igét hirdetni. Különösen is szeretettel hívom erre a kedves testvéreket ide a templomunkban. Kedden este 6 órakor a Szent Imre templomban Pongrácz Máté evangélikus lelkész úr tart majd beszédet. Szerdán este 6 órakor az evangélikus templomban Pap Szabolcs atya fog majd igét hirdetni. Csütörtökön este 6 órakor a Szent Margit templomban Víg Bence metodista lelkész úr fog majd beszélni. Pénteken este 6 órakor baptista imaházban Balogh Péter atya fog majd igét hirdetni. Szombaton este 6 órakor a Jézus szíve templomban Szemerei János evangélikus püspök úr fog majd beszélni. És végül a záró alkalommal jövő vasárnap este 6 órakor január 22-én a Székesegyházban Bellai Zoltán református lelkész úr hirdet majd igét. Mindegyik alkalomra nagyon sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, imádkozzunk együtt az egységért. Az imahét ideje alatt templomunkban hétköznap reggel 7 órakor, szombaton este 5 órakor, valamint vasárnap reggel 8:30-kor és este 5 órakor tartunk majd szentmisét. Ugye itt csak a hétköznapi szentmisék időpontja változott reggel 7-re. Jövő szombaton este 6 órakor az ifjúsági csoportot is szeretettel hívjuk a Donneri plébániára. Az Egyházmegye központi jegyes oktatást szervez a kaposvári püspökségen március 3-án és 4-én, valamint március 24-én és 25-én, tehát az első és az utolsó hétvégén lesz az első ilyen jegyes kurzus. Bátorítom mindazokat, akik idén szeretnének házasságot kötni, hogy jelentkezzenek erre. Ugye a jegyes oktatás az egyik előfeltétele a házasságkötésnek. Rajzpályázatot hirdettek óvodás és iskolás korú gyermekeknek a 2017-es házasság hete kapcsán. Képzeld el a családod címmel. Január 31-e a leadási határidő, részletek a plébániákon és a templomokban kihelyezett plakátokon találhatók. Bátorítsuk a gyerekeket a rajzolásra. Kaposfüredi plébánia január 28-án szombaton tartja a Szent Őrangyalok farsangibát a kaposfüredi sportcsarnokban, és kérték, hogy hirdessük ezt mi is. Adományjegyek a kaposfüredi plébánián kaphatók. Mai szentmisét innen tőlünk fogjuk majd most közvetíteni. Megjelent a Donneri harangszónak a legfrissebb száma, ezt szeretettel ajánlom a testvéreknek a figyelmébe, vigyünk belőle. Ebben többek között bemutatjuk Pap Szabolcs atyát is, akit ide helyezett hozzánk most a püspök atya, és talán egy kicsit jobban is megismerik ebből. A Donneri harangszó honlapunkról, a donner.plébánia.hu-ról is hamarosan letölthető lesz. Végül hadd szóljak még néhány szót a hétnek a szentjeiről is. Árpádházi Szent Margitra fogunk emlékezni január 18-án, aki különösen is kedves szentünk, kérjük az ő közbenjárását. Aztán a héten lesz Szent Sebestyén vértanúnak is a ünnepe. Ugye őt a templomainkban általában úgy ábrázolják, hogy nyilak szúrták át az ő testét. Amikor a vértanúságot elszenvedte, kérhetjük az ő közbenjárását is a hite miatt. Ugye ő katona volt, saját katonáival nyilasztatták le.
Aztán még akit szeretnék itt megemlíteni, boldog Batthyány Stratmann László orvos, aki családapaként van a boldogok között. Január 22-én jövő vasárnap emlékezünk rá. Hiteles példakép, az életét és a vagyonát is a szegényeknek a gyógyítására szentelte szemorvosként, nem csupán a testet, hanem a lelket is próbálta gyógyítani. Bárcsak mi is tudnánk ezt az új látást visszaadni a mai kornak az embereinek. Álljunk föl és fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Krisztus minden minket arra hív, hogy tegyük le az életünket az ő kezébe. Mutassuk meg a világnak, hogy vele mindent képesek vagyunk átformálni. A szeretet egy új világot fog majd teremteni közöttünk. Talán azt várnánk, hogy inkább minket szeressenek, de nekünk kell elkezdeni. Mi vagyunk azok, akik megtehetjük az első lépést a másik ember felé. Engedjük, hogy a Szentlélek indítson bennünket erre, és mutassuk meg, hogy valóban hiszünk Jézus Krisztusban. A hét az ökumenikus imahét is. Engedjük, hogy ezek az alkalmak este 6 órakor valóban egy közös imádsággá nőjék ki magukat. Mind a szívünkben, mind templomunkban. Imádkozzunk a keresztények egységéért, hogy együtt tudjuk hirdetni a világnak Jézus Krisztus, az Isten fia. Ő az, aki elveszi a világ bűneit. A mai szentmisét a kaposvári Szent Kereszt templomból közvetítettük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!